Holiday Rap. Az utazási irodák által szervezett út azt jelenti, hogy nagyobb létszámú turistacsoport ugyanabban az időben érkezik és száll meg ugyanazon a szálláson. A főbb utazási irodák teljes munkaidőben foglalkoztatott személyzete főszezonban ott él és dolgozik a külföldi szálláson. Ezeket az alkalmazottakat hívjuk Holiday Rappeknek, azaz a nyaralók képviselőinek. A rep a képviselő szó rövidítése angol nyelven. Tehát, kik is azok a holiday rappek? Számos különböző típusuk van. A legnagyobb felelősséggel bíró az, aki garantálja a vendégeknek a megfelelő mennyiségű információt, és meggyőződik arról, hogy biztonságban lesznek. Mert akik erre ügyelnek, kapcsolatban állnak a vendégekkel, amíg azok nyaralnak. A vendégek elvárják, hogy kitűnő legyen az ügyfélszolgálat, és a képviselő mindig barátságos, megközelíthető és lelkes legyen. Ő az a fő személy, aki tükrözi az utazási iroda profizmusát. Más szóval, ő az utazás szervező arca. Ők képviselik az irodát, biztosítják az utazás sikerességét, az újonnan jövőkkel a repülőtéren találkoznak, elkísérik őket a szálláshelyre, és egy üdvözlő prezentációt is tartanak nekik. Természetesen a teendők listája ennél hosszabb. Információt adnak át a szállás szolgáltatásairól, a látnivalókról. Megszokott időpontban megbeszéléseket tartanak, bejelentéseket tesznek, megvitatják a problémákat, kérdezősködnek, naprakész információkkal rendelkeznek, foglalnak és kísérnek a kirándulásokra. A holiday rep munka fizikálisan és mentálisan is megterhelő. Felkészültnek és rugalmasnak kell lenni. Szorgosan kell dolgozni, olykor hosszú órákon keresztül. Ez azonban tökéletes alkalmat biztosít arra, hogy távol maradjanak a rutinszerű, délelőtt 9-től délután 5-ig tartó munkaidőtől. Ráadásul, mikor a nap egyfolytában süt, a kedv is sokkal jobb. A holiday repnek sok különböző szituációval kell megbirkózni a munkája során. Sokszor el kell dönteni, hogy csapatban szeretnének-e dolgozni, vagy inkább egyedül. Az előkészületeknél fontos a gyors gondolkodás és a szervezőképesség. Egy héten 6-szor vagy többször 12 órát dolgozni nem szokatlan. Különösen, ha vannak a repülőtéren késések, melyek rendszeresen előfordulhatnak. Gyakran dolgozniuk kell hétvégenként, és a nap 24 órájában telefonos elérhetőséget biztosítani. A holiday rep munka gyakran szezonális, leginkább a nyári vagy a téli szezonban van rájuk szükség. Jogosítvány néha szükséges ahhoz, hogy a turistákat fuvarozzák a repülőtérre vagy a repülőtérről. Milyen készségekre van szükséged, ha holiday rep szeretnél lenni? Nos, a következő készségeid jók, ha vannak. Jó kommunikáció, írásban és szóban egyaránt. Nyitottnak kell lenned, magabiztosnak, energikusnak, barátságosnak, merésznek, vidámnak, lelkesnek a munkád iránt. A jó humor sose fáj. Emellett szükséges még a tervezéshez és a szervezéshez értés. Ami még szükséges, csapatmunka, rugalmasság, józanész, probléma megoldó képesség. Az egészség és biztonság ellenőrzése is ebbe a munkakörbe tartozik. A szállást, az úszómedencéket és a játszótereket ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak. Találkozni kell a turistákkal a repülőtéren, beültetni őket az autóbuszba, amely elviszi őket a hotelba. Meggyőződni arról, hogy a szálláshely olyan, amilyet az utasok foglaltak, minden igényt kielégítő-e.
az üdvözlő prezentációkat rendszerint a megérkezés másnapjának reggelén tartják. Itt elmondják a csoportnak a napirendet, bemutatják a szálláshelyet, a szolgáltatásokat, mesélnek az országról, a helyi szokásokról, kirándulási lehetőségekről, autóbérlésről és egyéb az utazás szervező által biztosított lehetőségekről. A holiday rappek típusai: camping rap, faház rap, gyerek rap, klub rap, család rap, sí rap, sofőr rap. Aki a gyerekekért felelős, annak 2 és 12 év közötti gyerekekre kell felügyelnie. Szórakoztató tevékenységek soráért felelősek, és természetesen garantálniuk kell a gyermekek biztonságát és jólétét. A sofőrrepek elkísérik a nyaralókat a hotelbe és a repülőtérre is. A klubrep 18 és 30 év közötti fiatalok esti szórakozásáért felel. Garantáltan a legnyüzsgőbb szálláshelyeken dolgoznak, ahol az alvás luxus. A szokásos napi teendőkön kívül meg kell szervezni a nyaralók esti szórakozását, a berencés bulikat, portyázásokat a bárok és kocsmák között, az éjszakai partikat és a tengerparti partikat is. És amíg a vendégek még jó ízűen alszanak, a klubrepeknek korán kell kelnie, hogy teljesítsék a napi feladatokat, például megtartani az üdvözlő prezentációt, megbirkózni a turisták panaszaival, még akkor is, ha jócskán másnaposak. A sírepek nagyon hasonlítanak a családreppekhez, csak ők télen síszállásokon dolgoznak. Ők a fő kapcsolatteremtők a telelőkkel, ők azok, akik mindenért felelősek a nyaralás alatt. Nagy valószínűséggel elvárás, hogy minden nap meglátogasd a vendégeket, a faházban vagy a szállodában. Ebbe a feladatkörbe sorolható repülőtérről való fuvarozás, a síeléshez szükséges engedélyek beszerzése és ahhoz szükséges felszerelések bérlése, a sívezetés, a szállás adminisztrálása, síprogramok megszervezése, a síszerviz, javítás, hótakarítás, vezetés és karbantartás védelem. A kempingreppeket az utazásszervező alkalmazza különböző típusú kempingekben, táborozási helyeken. Ez a munka a családreppehez hasonló. A feladatuk, hogy előkészítsék és kitakarítsák a szálláshelyet, a hatalmas sátrakat, lakókocsikat és az ideiglenesen használható faházakat. Biztosítaniuk kell, hogy a nyaralók zavartalanul éljenek a táborhelyen, ki legyenek cserélve a gázpalackok, meg kell birkózni a problémákkal, a programot megtervezni, elszámolni, papírmunkát megcsinálni, stb. Mint bármely ügyfélszolgálatos munka, ez is változatos, nincsenek egyforma, kötött munkaórák és napok. A faházrep egy séffel dolgozik együtt, és még talán más csapattagokkal is, ez a ház méretétől és színvonalától függ. A te szereped a háztartás vezetés, melynek fő eleme az asztalszerviz, reggelinél és vacsoránál. A házvezetéshez olyan ember szükséges, aki jól érzi magát a vendégek között, aki tud kellemes légkört teremteni. Néhány faházrepnek menüt is kell főzni abban az esetben, ha esetleg kisebb méretű a ház. Tehát az utazási iroda által biztosított külföldi utakon a holidayre gondoskodik a szálláshelyen a nyaralókról. A legfontosabb feladatuk, hogy biztosítsák a turisták élvezetes nyaralását, valamint hogy minden simán menjen, amennyire csak lehetséges. Ők az utazásszervező nyilvános arcai. A holiday rep személye a nyaralók első benyomása az útról. Az egész út alatt kiemelkedő ügyfélszolgálatot kell biztosítaniuk. Annak ellenére, hogy úgy tűnik a nap minden perce munkával telik, ez azért egész jó kis állás. Ha minden simán megy, a vendégek boldogok, a repülőgépek időben érkeznek, akkor lehet egy kis időd magadra. És végezetül itt van néhány hasznos link a keresgéléshez, amennyiben megtetszett ez a munka.